közelmúltban elhunyt Ezüst György festőművész emlékkiállítását rendezte meg a Békés Tájé Művészeti Társaság, melynek a művész szintén tagja volt. Annak ellenére, hogy régen elköltözött Békés Csabáról, a társasággal való kapcsolata sosem szűnt meg, és büszkén hirdette hovatartozását, ami a műveiben is megmutatkozik. Egy méltó időpontot próbáltunk keresni, és ez a Magyar Festészet napja, amikor az ő emlékét megőrizve, ő előtte tiszteletve, és az ő munkásságát bemutatva próbálunk itt egy képes bemutatót a közönség számára nyújtani. A tárlaton Ezüst György életének és munkásságának minden korszakából található kép, a kezdetektől a legkésőbbi munkájáig. Ha megnézzük, vagy bárki megnézi a festményeket, ezekről Larry árulkodik az, hogy soha nem felejtette el, hogy a szülőföldje hol volt, honnan származott, honnan indult el az európai hírnév felé, és a nagyszerű témái, a nagyszerű ecsetkezelése a színek alkalmazásával pedig valóban egyedül állót alkotott, és most Békés Csabán mindannyian tisztelgünk az ő művészete előtt. Ezüst György műveivel életben tartotta az alföldi hagyományokat, paraszti témájú képeinek modelljeit, a tanyák életét, a munkaeszközöket részletező pontossággal, neorealista felfogásban festette meg. Ettől a stílustól az évek során fokozatosan eltávolodó művész, nagyszámú, önálló és válogatott csoportos kiállítást tudhatott maga mögött. A technikák közül nagyon szerette az ecsetkezelés mellett a kollázsokat, különböző tárgyakat, fóliákat alkalmazott, applikálta a képekbe, illetve emellett a szóró pisztolyos megoldások és a rétegek egymásra helyezésével egy nagyon különös, izgalmas textúrát hozott létre. Hát visszakaparta a képet, újra ráfújt, hát egy kísérletező művész volt. Számos stílus megérintette, mondja is ebben a könyvben, amit itt tartok a kezemben, éppen Egri Mária írta, hogy az izmusok megérintettek, a kubizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, de igazából mindig visszatértem arra a tradícióhoz, a csabai, a minai világhoz. Ezüst György a Békés Csabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd első ismeretét a képzőművészet területén Mokos József festő helyi szabadiskolájában szerezte. Ezután az Egri Tanárképző Főiskolán tanult a szintén Békés Csabai származású Jakuba János keze alatt. Ezt követően a Magyar Képzőművészeti Főiskolán képezte magát tovább, ahol 1971-ben diplomázott.